az, hogy vidékfejlesztés, hogyan lehet ezt értelmezni? Ez egy a szakirodalomban nagyon sok helyen látható ábra, ez az ilyen kókhálószerű ábra. Én azt gondolom, hogy ha megjelenik a források használatával, ennek csak az egyik lábát már megfogtuk, elértük, akkor már elértünk egy eredményt. Ugyanakkor, ha komplexen fogjuk a vidékfejlesztés fogalmát, akkor viszont ragaszkodjunk ahhoz, hogy mindegyik lábat, vagy több lábat is érintsen az adott projekt. Nem elég, hogyha hasznosítjuk valahol mondjuk a biomasszát, és mondjuk ezzel a piros dimenzióra gondolok, gazdasági hasznot érünk el, hanem ezzel mondjuk érjünk el valamilyen humán oldalt is, tehát mondjuk a sárga lábát is fogjuk meg neki. Uram, bocsa, a környezeti, a zöld oldalát, nem beszélve mondjuk a technológiáról, az innovációkról, kék színű oldalát is. Esetleg, sőt, biztosan a politikai oldalát is ennek meg kell vizsgálni, tehát milyen politikai körülmények állnak rendelkezésre, itt a Krámos kollega előadásából a törvényi hátteret például láttuk, hogyan lehet ezt befolyásolni, hogyan lehet ezt módosítani a politikusokkal. Tehát nagyon komplex kérdésről van szó. Bújdosó kollega is ezzel kezdte, ha jól emlékszem, hogy mit adhat a, ugye RES az a megenergia forrásnak a rövidítése, mit adhat a vidéki térségeknek? Mi az, amit elvárnak tőle nagyon sokan? Szinte nincs olyan település Magyarországon. Pár évvel ezelőtt a turizmus volt ilyen, most meg a megújuló energiaforrás, hogy hú, hát azt mindenki akarja hasznosítani. Elvárják tőle, hogy gazdasági hasznot hozzon, bevételeket hozzon, elvárják tőle, hogy munkahelyeket teremtsen. Esetlegesen olyan új technológiák jöjjenek be, innovációk jöjjenek be, amelyekkel fel lehet pesdíteni a falu életét, a térség életét. Erősítse a közösséget, együtt nyerjük ezt a biomasszát, együtt szedjük le a napot az égből, és akkor ugye megvalósítjuk ezt a nagy közösséget, identitásunk erősödik, illetve saját lábunkon állunk, tehát olcsó, saját energiával rendelkezünk. Tehát kvázi egy ilyen csodavárást látok én szerte Magyarországon, beleértve szűkebb közösségünket is. Egy 2011-es OECD tanulmány körüljárta ezt a kérdéskört már, és itt érdemes olvasni ilyeneket. A világban felmértek számos helyszínt, ahol megvalósultak, vagy megvalósítani próbáltak megújuló energiaforrásos projekteket, beruházásokat, hogy ezek milyen hatással voltak vajon az adott közösségre. Bejöttek-e ezek az álmok, ezek a vágyok, amelyeket itt ugye fel lehet vázolni. És szólnak bizonyos érvek amellett, hogy igen, egy közösség ruházzon be megújuló energiaforrásba, de szólnak ellene is érvek. Most először a pro, az érte való érveket, vagy az iránta való érveket tetszenek itt látni. Tehát akkor ruházzunk be, hogyha van jó minőségű, tényleg hasznosítható megújuló energiaforrásunk valamilyen az adott térségben. Akkor ruházzunk be, hogyha a hagyományos energiahordozók drágák. Akkor ruházunk be, hogyha ugye helyileg, hogyha vannak ilyen támogatások, tehát ilyen kis összegű támogatások, hogy egy szélkerékre, hogy egy nap elemre, egy nap kollektor, hogy egy biomassa kazánra. Tehát nem csak ilyen nagy, mega, óriási projektjeink vannak, ugye, amelyekkel mostanában azért gyakran találkozunk. Ha integrálható a helyi gazdaságba, ez nagyon fontos, ez majd lesz egy pár példa itt az előadásomban, amit megtetszenek látni, nagyon fontos az integrálhatóság. Jól szállítható legyen az energia. Ez is fontos. Ugye helyben előállítjuk, hova adjuk el, mi van, ha nekünk nem kell. A következő, ugye, hogy támogassa a helyi közösség. Majd erre is lesz példa itt mindjárt egy esettanulmányban. Tehát mi van, ha ellenzik az emberek ezt. Az energiapolitika, ami ugye meghatározza az egész energia szektornak a helyzetét, támogatja-e? Ha most Magyarországra gondolunk, támogatja, de talán nem olyan erősen, mint amennyire kellene. Van-e érett technológia, tehát nem az, hogy hú, hoppá, befektettem ennyit, és akkor két év múlva egy százszor jobb technológia előjön, és akkor le kéne cseréljem az egész berendezést, ugye? Ez gazdasági kérdés, tehát az elavulásnak a mértéke. Azoknak a megújuló energiáknak a hasznosítása, amelyeket most hasznosítani akarok, ezek tényleg ott hevernek parlagon, vagy már valaki hasznosítja? Tehát ezt is át kell gondolni mindenképpen. Illetve, hát, hogy vajon ennek az energiapolitikának a célja az, hogy olcsó energiát és helyben felhasználható energiát állítson elő, avagy sem, vagy csak egy üzleti haszonszerzés a célja. Ez is fontos. Ugye itt vannak a kontrák, ezek ugye általában tagadják pont azt, amit az előző dián felvetítettem.
És hát, hogyha azok nem teljesülnek, akkor nem biztos, hogy érdemes belevágni ebbe a kérdésbe. Természetesen minden egyes projektnél gazdasági számításokat kell végezni, pro és kontra, megmérjük, mennyibe kerül a beruházás, mennyi a megtérülési idő, és aztán el lehet dönteni, hogy érdemes ezt hát tovább vinni.